Kedves néptévénézők! Ma is folytatjuk Weber Marian művelődéstörténeti előadássorozatát. Ma egy olyan kultúráról és birodalomról fog beszélni, amit nemrég óta, körülbelül 100 éve ismerünk. De hogy mikor is létezett ez a birodalom és ez a kultúra, talán hihetetlennek történik a 20. évezredben, de mikor? Krisztus előtt, időszámításunk előtt. A hettitákról fog ma előadást tartani, akik abban az időben ékírással, mint kiderült, leveleztek az egyiptomi birodalommal, és ez úgy derült ki, hogy a kairói régiségpiacon, körülbelül 100 évvel ezelőtt, ahol mindenfélét lehetett vásárolni, sok-sok-sok táblácskát találtak, amin ékírással látható szöveg volt, és aki felvásárolta, hát ő volt az, aki hozzásegített bennünket ahhoz, hogy megnézzük, hogy mi, európaiak, milyen ősökkel is rendelkezünk, és milyen izgalmas kérdéseket és találmányokat, üzeneteket és kulturális hagyatékot készítettek számunkra, hogy mást nem mondjak, például a vasat. Hallgassák figyelemmel ma is Mariant. Ez a mai órán egy olyan érdekes népről szeretnék beszélni, akikről gyakorlatilag a tudomány is csak egy körülbelül 100 éve tudja, hogy léteztek, holott az ókor egyik legnagyobb birodalma volt, és mondhatni, hogy a véletlen segített hozzá megint, hogy megismerjük. Hogy most miért beszélek én a hettitákról? Igazából az az indítékom, hogy Európa történelméről mi nagyon keveset tudunk. És azt hiszem, hogy most egy olyan időszakban élünk, amikor hát Európáról többet kéne tudni, és amit tudunk róluk, az pedig hát csak egy igen kicsi része a történelmének. Most a hettiták körülbelül tudjuk, hogy mikor éltek. Úgy körülbelül időszámítás előtt, az időszámítás előtti 20. században. Lényegében a 19. század eleje, első három évtizede volt az, amely elvezetett az ő nyomaikhoz. A Bibliából ismerjük a nevüket, de azok az adatok, azok az információk, amelyek a Bibliában vannak, és az egyiptomi történelemben is hallottunk róluk, de lényegében nem tudtuk őket hova elhelyezni. És a bibliai értelmezések alapján is ők máshova voltak elképzelve, és más cselekedeteket tudtunk róluk, mint amelyeket valójában a történelmükből kiderült. Most, hogy kerül ide a 19. század? Úgy, hogy az elmúlt órákban beszélgettünk arról, hogy az egyiptomi kultúra felfedezésének a reneszánsza volt a 19. század. Egyáltalán az ókori kultúra iránti érdeklődés a 19. században indult el. Egyiptomon kívül a római birodalom emlékeit keresték, és mivel a római birodalom egy nagyon nagy kiterjedésű, sok provinciából álló, hatalmas nagy egység volt, ezért Európa különböző részein keresték a római birodalom nyomait, szerettek volna a tudósok, az ambiciózus régészek újabb és újabb leleteket keresni, és lényegében így indultak el, lényegében véletlenszerűen. Na most, hogy hol tudjuk elképzelni a hettitákat? Mondhatni egyszerűen úgy, hogy a mai Törökország területén éltek. És hogy kerül a mai Törökországba Európa történelme? Hát ez most fog kiderülni.
1839-ben Anatóliában kereste egy régész csoport a római építészeti emlékeket. És találtak egy olyan hatalmas épületegyüttest, amely semmiképpen nem mutatott rokonságot se a görög, se a római múlt ismert formavilágával. Tehát nem tudták, hogy hova tegyék. És aztán ez gyakorlatilag úgy abba is maradt, ismeretlennek tűnt, és mivel azok, akik foglalkoznak a művészet történetével, azért tudják, hogy még közel sem tudunk mindent az emberiség történelméről, az emberiség kultúrájáról, lényegében ezt úgy fektették, ezt a dolgot. Most nagyon vicces véletlen vezetett a nyomukra. A 19. század 80-as éveiben, mivel az egyiptológia iránt megnőtt az érdeklődés, rengeteg leletet árusítottak az egyiptomi piacokon. Voltak eredetiek is, voltak hamisítások, és erről én beszéltem, hogy itt a sírrablás az egy nagy ipar volt. És a kairói piacon 1880-as évek közepén árusítottak kis agyaktáblácskákat, de sokat, sok százat. Na most ez felkeltette a gyűjtők érdeklődését, és elkezdték fölvásárolni. Na most, amikor a professzionálisok kezébe kerültek a táblák, akkor derült ki, hogy el tudják olvasni. Ugyanis ékírásos táblák voltak, nem egyiptomi hieroglifek, ékírásos táblák voltak, és mivel az ékírásokat már akkor ismerni tudták, ebből derült ki, hogy ez egy könyvtárnak lehet az állománya, vagy annak egy része, mert hogy itt sok száz táblácskáról volt szó, jó állapotban lévő táblácskákról, és egy birodalommal való politikai levelezést tartalmazott. Az egyiptomiak és egy ismeretlen birodalom királyságával való levelezést tartalmazott. Na most, mivel ezt az ékírást tudták olvasni, ezért ebből derült ki, hogy itt kapcsolatot kell keresni Egyiptom irányába is. Na most 889-ben kint Egyiptomban megtalálták Echnaton fáraó könyvtárát. Na most két órával ezelőtt beszélgettünk Echnatonról, és most ő az újkorban, az egyiptomi újkorban élt, és az ő könyvtárában lényegében hasonló táblákat találtak, csak egyiptomi ékírással, és gyakorlatilag a kétfajta lelet az egymásnak válaszolgatott. Na most ilyen még nem történt a művészet történetében, egyáltalán a kultúra történetében ilyen véletlen, hogy két ennyire távol álló birodalom története két különböző helyen megtalálva két különböző könyvtári anyagként kerüljön elő. Most, tehát ez természetesen ez egy akkora nagy felfedezés volt, hogy ez elindította az érdeklődést, hogy megkeresni ezt a fajta, hogy honnan jönnek ezek a levelek, honnan vannak ezek az események. Most igazából a 20. század elején kezdődött ennek, 1905-1907 körül a Törökországban óriási nagy útépítés kezdődött el, és amikor egy ilyen nagy építkezés folyik, akkor ugye ásatások is óhatatlanul megtörténnek, hiszen ma is tudjuk, hogy ha egy nagy építkezés folyik, akkor meg kell mozdítani a talajt, és akkor dolgok kerülnek elő. Na most igazából az volt a szerencse, hogy második Abdulhamid volt a török szultán a 20. század elején, aki igen jó barátságot ápolt második Vilmos német császárral. Na most mind a két uralkodó érdeklődött a régészet iránt, és így kerültek
német régészek Törökországba. És elkezdődött ennek az egész történeti korszaknak a felkutatása, és így derült ki, hogy időszámítás előtt, körülbelül 4000-ben, tehát időszámítás előtti 20. században létezett egy birodalom, de hogy kerültek ide? Na most jön a képbe bele Európa, kiderült, hogy európai barbárok a művelt Ázsiába gyakorlatilag hódítási célból kerültek, és a hettiták előtti birodalmat feldúlták, akikről még nem tudjuk, hogy kik voltak, de Európa, aki mindig olyan vonatkozásban kerül szóba, hogy mi vagyunk a műveltek, és ugye mi megyünk. Ez már a második eset, hogy európai barbárokról beszélünk. Az előző találkozásunkkor az égei-tengeri kultúrával kapcsolatban merült fel, hogy európai barbár törzsek törtek be, és itt most Ázsiába, Kis-Ázsiába európai barbár törzsek. Egészen pontosan a helyet nem tudjuk meghatározni, vagy Észak, vagy Kelet-Európa irányából jöttek, és lényegében hihetetlen gyorsan feldúlták az egész területet, és alapítottak egy új birodalmat. Most ennek a birodalomnak egy nagyon sajátságos tulajdonsága van, lényegében ez az első olyan történeti korszak, amikor nem tudunk egy nép történelméhez művészeti stílust kapcsolni. Ilyen szintén egyedülálló. Minden lelet, amely rájuk vonatkozik, azt mutatja, hogy egy katonai birodalomról van szó, ugyanakkor nem egy agresszív társaságról. Tehát ez, az egészben ez a furcsa, hogy a hódítás, a lényeg, a birodalom, a társadalom szervezése, az élet szervezése, és minden csak politikai síkon történik. Egyetlen egy irodalmi alkotás nem került elő mind a mai napig. Nincs egy vers, nincs egy sor, amely szép irodalomra vagy bármiféle művészetre utalna, de azok a leletek, amelyek épületek előkerültek, azok tulajdonképpen mind a hadászattal kapcsolatosak, különböző erődítmények, várak, olyan épületek, amelyek nincsenek kapcsolatban a szellemiséggel. Például egyetlen templom nem került elő, holott, ha az ember végig gondolja a művészet történetét, akkor mindig a legjelentőségteljesebb maradványok azok a különböző templomok és a szakralitással kapcsolatos művészeti alkotások. Itt ebben az esetben ez nem történhet meg, mert ilyen nincs. Na most viszont nagyon-nagyon sokat tudunk róluk, mert most már több százezer olyan könyvtári anyag került elő az ő múltjukból, amely alapján gyakorlatilag olvasni tudunk a történelmükből. Mindaz, ami a stílusukra jellemző, azt úgy kell elképzelni, minthogyha a mükénéi kultúrából került volna elő, és kicsit összekeveredett volna az asszírokkal, meg az egyiptomiakkal. Ugyanakkor az írásuk az lényegében az asszír képírás. Most néhány év elteltével, ugyan a 940-es évek táján derült ki, hogy nincs egy egységes nyelve sem ennek a birodalomnak, hanem körülbelül 12 nyelv került elő az írásos leletek alapján. Ugyanakkor azok a dokumentumok, amelyek a nagy politikára vonatkoznak, azok mind asszír nyelven íródtak, és hát ma már tudjuk, hogy mint ahogy a mai világban is a diplomáciának van egy nyelve, hát a nagy diplomáciának a francia, a gyakorlati diplomáciának az angol, az ókorban pedig, amikor igazán sok birodalom létezett, az asszír volt a diplomácia nyelve, tehát ezért vannak asszír nyelven
írva, és ezért lehet elolvasni ezeket a dolgokat, hogy megismerjük őket. Na most, hogy honnan tudjuk behatárolni, hogy pontosan mikor voltak, ehhez lényegében az egyiptomi művészet segítette hozzá a régészeket. Az időszámítás előtt a 3. században élt Egyiptomban egy történész, akit Manetonnak hívtak, és aki megírta Egyiptom történelmét. Az első alapítástól kezdve egészen az utolsó, tehát a 3. századig, amely lényegében a perzsa birodalomhoz való csatlakozáshoz, jobban van lerohanásig tartó sok-sok ezer évnek a történelme. Na most viszont ezt egészen pontosan be tudjuk határolni a naptár alapján, a mi naptárunk alapján is, mert hogy azt tudjuk, hogy az egyiptomi naptár számítás az lényegében azonos a Julianus naptár számításával, mindössze egy év eltérés van kettő között. Az 1460 egyiptomi év az 1461 európai Julianus naptár szerinti számításnak felel meg. Na most, hogy ez miért ilyen pontos, ezt a csillagászok tudják megmagyarázni. Az egyiptomi naptárkészítők a Nílus változásaihoz igazították az év, ugye az áradáshoz igazították a számításaikat, és rájöttek igen gyorsan, hogy a Nílus mozgása az teljes összhangban van a Sirius változásával. És lényegében a Julianus naptár is a csillagászaton alapult, és így hát egészen a 16. századig Európában is a Julianus naptárat használták. Most így ennek alapján kezdték behatárolni, hogy, és így derült ki, hogy időszámítás előtti 20. század, és kiderült, hogy nagyon precízen lehet e szerint számolni, mert 1948 óta lényegében a C14 izotóp alapján van a kor meghatározás, és ez tulajdonképpen szinte teljesen megegyezik e szerint az egyiptomi naptári behatárolással, úgyhogy itt ezért tudjuk ilyen pontosan megmondani, hogy mikor voltak. Na most mik a sajátosságaik? Ennek a népnek az egyik sajátossága, hogy ők voltak azok, akik a lótenyésztést megismertették lényegében Kis-Ázsiával, meg Egyiptommal is, és ezen keresztül aztán Európával is. Találtak a leletek között egy körülbelül 3,5 ezer évvel ezelőtt íródott lótenyésztési szakkönyvet, amely olyan precíz és olyan szempontok szerint íródott, ahogy ma is tenyésztik a telivéreket, és egyáltalán ahogy fedeztetnek, tehát hogy ez ennyire régi. Ez az egyik alapja az ő birodalmuknak, a ló, és hogy ez miért volt ilyen lényeges, mert hogy ez a hadászat szempontjából, ugye a gyors mozgás az elengedhetetlen. A másik ilyen alapvető dolog, hogy ők találták ki a harci kocsikat. Ezt ma már sajnos a háborús tapasztalataiból tudja az emberiség, hogy milyen sokat jelent a mozgás gyorsasága egy háborún belül, és tehát ők voltak azok, akik felfedezték a harci kocsit és a küllős kereket, amely a mozgást meggyorsította. Most azokból a domborművekből és falfestményekből, amelyeket azóta megtaláltak, tudjuk, hogy 3 személy volt egy ilyen harci kocsin, és ez hihetetlenül veszélyessé tudta tenni az előre haladásukat, mert ketten vigyázták azt, akinek a kezében a fegyver volt. Na most, hogy mi volt az, amely még őket ilyen híressé és nagyjá tette, lényegében a vas kohászat, a vasnak a felhasználása és a hetitákhoz kapcsolódik. Ha visszaemlékeznek arra, mikor beszéltem a Tutankhamen
leletben, hogy a legértékesebb rész ott az aranykincsen kívül egy kicsi vas amulett, amely a mumia feje alatt volt, azt ma már tudjuk, hogy az egy hettita amulett volt, és a vas az nem egy gyakorlati, hanem egy díszfém volt. 70-szer drágább volt az időszámítás előtti évezredekben, mint az arany, és lényegében nem használták fegyverek készítésére, semmiféle gyakorlati dologra, hanem értékmérő volt, és ezekből a táblácskákból tudjuk, hogy az egyiptomiak szerettek volna sok vas tárgyhoz hozzájutni, és a hettiták nem voltak hajlandók a vasat továbbadni. Úgy őrizték, mint ahogy a kínaiak őrizték a selyemgyártásnak a titkát, és ahogy vigyáztak arra. Náluk a vas volt az, amelynek egy ilyen furcsa, különleges, szakrális jelentősége volt, ugyanis a fegyverek kőből, meg bronzból készültek. És tehát itt ennek egyszerűen egy ilyen elvi oka volt, hogy nem voltak hajlandók elárulni a titkát ennek a fémnek. Na most, hogy kerültek kapcsolatba Egyiptommal? Hát úgy második Ramszesz nevét említettem többször az egyiptomi történelemmel kapcsolatban. Ő volt az egyik legnagyobb fáraó, és időszámítás előtt az 1300-as években került ő a fáraói trónra. 1301-től 30-valahány évig uralkodott ő, és lényegében szerette volna lerohanni a hettitákat. Meg is történt a nagy összecsapás, és kétfajta eredmény ismeretes a történelemből. Második Ramszesz szentelt templomban, Rameszeumban hosszan van leírva és megfestve az ő nagy győzelme. Na most ugyanebben az időben, ugyanerről a háborúról a hettita maradványok meg pont az ellenkezőjét mondják. Na most ez elég hosszan eldöntetlen kérdés volt, hogy kinek van igaza. Tehát ilyen a történelemben előttük még nem volt, hogy valamilyen homlokegyenest ellenkező dolog legyen megörökítve, és sok ezer év távolából ez nagyon izgalmasnak tűnt, hogy vajon ki hazudott. Na most igazából ma már tudjuk, hogy lényegében az egyiptomiak hazudtak, tehát ők veszítették el a háborút, és hogy ezt honnan lehet tudni, arra igazából elolvasnám, hogy mi a bizonyíték, hogy az egyiptomiak vesztették el a háborút. Ugyanis ebben a rengeteg írott anyagban megtalálták a békeszerződésnek a leírását is. Mind a két félnél, két helyen ugyanazokat az írásokat találták meg. Na most ebből derült ki, hogy milyen szerződést kötöttek, és ebbe az a furcsa, hogy ez az emberiség történelmében az első olyan hivatalos, megtalált békeszerződés, amely két példányban maradt fenn. A következő történt. Tehát maga a csata az olyan 1280 és 1269 körül történt időszámítás előtt, és a következőben kötelezik magukat a felek, hihetetlenül modern, ahogy gondolkoztak. Mindkét fél kötelezi magát, hogy a jövőben tartózkodik a hódító hadjáratoktól, és védelmi szövetséget köt. Ez szó szerint idézet. Na most, hogyha az egyiptomiak győztek volna, akkor nem kötnek egy ilyen szerződést, hogy kötelezik magukat, hogy védelmi szövetséget kötnek. És így folytatják. A legmenszebb menőbb, hogy több, mint ha egy ember, vagy akár kettő, vagy három egyiptomi fogságból elmenekülve, és Hatti nagyfejedelméhez folyamodik,
akkor Hatti, tehát a hettiták királya, nagy fejedelme fogassa el és vitesse vissza őket Ramszeszhez, Egyiptom hatalmas urához. De akit második Ramszeszhez, Egyiptom hatalmas urához visszavisznek, azt nem szabad bevádolni, nem szabad házát, feleségeit és gyermekeit elpusztítani, nem szabad őt magát megölni, megcsonkítani, és nem szabad semmiféle vád alapján perbe fogni. Tehát ez egyszerűen döbbenetes. Na most mind a két fél ugyanezt a szöveget csak magára vonatkoztatóan aláírta, és ez a szerződés, ez bizonyított tény, hogy 70 évre békét biztosított a két nagy birodalomban, és a másik bizonyíték, hogy a hettiták győzték le az egyiptomiakat, hogy második Ramszesz feleségül veszi a hettita királynak a lányát, de Egyiptomban hát több felesége volt egy fáraónak, és a hettita királylányt nem a hárembe tették sokadik feleségnek, hanem első feleség lett Egyiptomban, amely megint egy bizonyíték arra, hogy itt egy óriási birodalomról volt szó. Na most területileg ez nem egy óriási birodalom, még mindig nem tudjuk egészen pontosan, hogy minek köszönhető a nagyságuk, mert területileg nem nagyobbak, mint a mai Németország. Tehát Törökországnak csak egy részéről van szó, gyakorlatilag Anatóliáról és annak a szélső területeiről. Na most körülbelül annyit tudunk, hogy ez a birodalom mintegy 750-800 évig maradt fenn, majd váratlanul eltűnt. Ez megint egy olyan rejtély, mint ahogy a krétai királyság is, ahogy elpusztult, ahogy eltűnt. Most az azóta folyamatosan lévő ásatások alapján azt tudjuk, hogy valami nagy katasztrófa történt, mert a maradványok, azok egy óriási nagy tűzvész pusztítását bizonyítják. De hogy kik csinálták ezt, ezt csak következtetni tudjuk. Most itt megint belép Európa a képbe, mint a barbárságnak a területe, ugyanis az időszámítás előtti 12. században újabb európai törzsek rohanják le a hetita birodalmat, és gyakorlatilag igen gyorsan elpusztítják. És akkor szűnt meg az egész. Ennyit a történelmükről. Na most, hogy mik azok a maradékok, azok a maradványok, amelyekből tudunk következtetni, hogy ez a királyság mi volt. Azt lehet mondani, és semmiféleképpen nem anakronisztikus, hogyha ilyen modern kifejezést használok, hogy ez egy alkotmányos monarchia volt, ugyanis az egész hettita birodalom nem egy egységes népből állt, hanem, ahogy említettem, hogy 12 nyelvet találtak meg, gyakorlatilag több törzsnek a szövetsége volt, és ezek a törzsek a hettita király vezetésével egy ilyen szövetségi rendszerben éltek együtt. Na most ez elég ismerős nekünk, mert hogyha a saját történelmünkre gondolunk, hát ha csak a honfoglalásról, legalábbis a mi általunk honfoglalásnak nevezett eseményről beszélünk, ott ugyanerről van szó, hogy törzsek szövetsége. Most ezek egyenrangú törzsek voltak, és lényegében azonos jogokkal rendelkeztek. Most a másik különös, hogy mivel törzsszövetség volt, nincs egy egységes nyelvük. Ha visszagondolunk a saját történelmünkre, először a magyaroknak sem volt egységes nyelve, ez később alakult ki. Tehát ők sem, most mivel egy általánosan használt írás, az asszír írás volt az, amely a kultúrájukat megörökítette, így lényegében ez a kultúra, ez az írásbeliség foglalta őket össze. De nincsen, ami másik furcsaság, és ez nincs még egy ilyen nép az ókori kultúrában, nem tudjuk, hogy milyen vallásúak voltak.
nincs rá bizonyíték, és nincs rá lelet, nem volt egy egységes hettita vallás. Tehát itt valószínűleg ezek a különböző néptörzsek, a szövetségnek a különböző tagjai nem csak más nyelven beszélhettek, más írásuk lehetett, hanem más vallásuk is lehetett. A művészetük viszont, ahogy az elején mondtam, az lényegében nincsen. Tehát ez egy nagyon furcsa gondolkodású nép volt, így Kis-Ázsiában, mintegy 700-800 évig, akiknek nincsen egy egységes kultúrájuk, és nincs egy felismerhető művészeti stílusok, ami megint csak egy egyedülálló dolog. Most a vasgyártás monopóliumát azt igen sokáig megtartották, és lényegében úgy egészen a történelem számítások előtt, úgy körülbelül 1000-ben kezdődött az, hogy a vasgyártás, a vaskohászat, a vasnak a felhasználása az elkezdődött, és gyakorlatilag azóta beszélhetünk vaskorról. Az emberiség történelmében. Most pillanatnyilag ennyit tudunk a hettitákról, mert ugyan az ásatások folynak, de most már nem olyan erővel és nem olyan iramban, mint ahogy a 19. század végén, 20. század elején, mert volt egy nagy korszak a II. Világháború kezdetén, amikor Kemal Atatürk fontosnak találta, hogy tehát ő is kereste a saját népének a múltját, és mivel akkor az 1930-as években volt ez igazából a tetőfokán, amikor az egész világ lázasan érdeklődött, Kemal Atatürk egy egyetemet alapított. Jó az, amikor egy országnak ilyen vezetője van, akinek fontos a kultúra. Tehát egy egyetemet alapított, amely egyetemen ezzel foglalkoztak. De aztán a II. Világháború alatt lényegében stagnált ennek a kultúrának a felfedezése, és nem foglalkoztak vele. Most ami még említésre méltó, hogy ugyan különböző társadalmi osztályok léteztek ebben a birodalomban is, de nincsenek olyan rettenetes különbségek a társadalmi rétegek között. Tehát nincs az a furcsa és áthághatatlan különbség egy rabszolga, meg egy vezető ember között. Ugyan ez is a rabszolgatartó társadalom volt, de jobb hiány nevezzük rabszolgáknak ezeket az embereket. Lényegében ők voltak azok, az a társadalmi réteg, akik a nehéz fizikai munkát végezték, de nem voltak jogfosztottak. Ezt is az írásbeliség alapján tudjuk, hogy nem voltak jogfosztott emberek. Lényegében az a fajta társadalmi berendezkedés, amely a hettitákra volt jellemző, az a későbbi európai kultúra feudalizmusára hasonlít. Tehát olyan viszonyban voltak, mint itt nálunk a főurak és a jobbágyok. Egy körülbelül egy ilyen patriarchális társadalom volt, amely az ő rájuk jellemző, és az volt még különleges benne, hogy tudjuk a törvényeikből, mert lényegében egy egész törvénykönyv sorozat maradt meg a történelmükből, hogy erkölcsileg kötelezve voltak a vezető emberek az egyszerű nép jólétéről való gondoskodásnak. Na most ezek olyan furcsán hangzó tételek, hogy az ember hajlamos azt hinni így első hallásra, mintha ez valami anakronisztikus dolog lenne, de hát az a rengeteg fennmaradt könyvtári anyag, az lényegében mind ezt bizonyítja. Most majd a képek alapján lehet majd látni azokat a dolgokat, amelyekről beszéltem, hogy mennyire hasonlítanak a leletek egy-egy párhuzamos kultúra stílusára. Például megtaláltak egy olyan kaput, amely
szinte ugyanúgy néz ki, mint a Mikénei oroszlános kapu. Azon kívül a figurák öltözete az egy furcsa vegyüléke az egyiptomi viseletnek, meg az asszír viseletnek, meg a mükénéi viseletnek, tehát egyértelműen látszik, hogy itt egy ilyen mindenféle kultúra ötvözéséről volt szó, és inkább ezzel foglalkoztak. Elképzelhető, hogy nem volt idejük, hogy kifejlesztenek egy saját stílus, de az is elképzelhető, mivel hogy az emberek különbözőképpen gondolkodnak, hogy egyszerűen nem volt érdeklődés, nem volt számukra fontos. Na most azt kell mondjam, hogy ez sajnálatosan a mi korunk hasonlít ehhez, mert ha úgy belegondolok, és felteszem azt a kérdést, hogy ma milyen művészeti stílus létezik, hát akkor nem tudunk rá válaszolni. Ha az ember megnéz egy mai kiállítást, akkor lényegében 5-600 év stílusa jelenik meg, mert vannak a reneszánsz jellegű festményeket lehet manapság látni, de fotorealista képeket lehet látni, ugyanakkor vannak olyanok, mintha impressionisták festették volna, aztán vannak furcsa középkori ikont utánozó festmények, tehát ugyanilyen furcsa, eklektikus, kulturális életben élünk benne, nem tudjuk meghatározni, mert ugye már volt modern, már volt posztmodern, és akkor most mi van? Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy itt hasonlítunk mi erre a gondolkodásmódra, per pillanat is itt a 21. században, időszámítás utáni 21. században, itt valahogy úgy az összekeresése, összefésülése van az előző kultúrák stílusának. Hát azt hiszem, hogy erről érdemes volt ennyit beszélni, erről a különleges stílusról, különleges birodalomról, és még egy ilyen korai európai művészeti területről és birodalomról fogok majd beszélni, de azt a legközelebbi órán fogjuk megejteni. A lényegében a római birodalom előzményeiről fogok majd beszélni. Na most ez azért furcsa, mert a klasszikus görög kort mindig úgy szokták tárgyalni, hogy először megbeszéljük az Égei-tengert, és aztán beszéljük meg a klasszikus görögöket. És fontosnak találtam, hogy hogy érezzük, hogy itt valami egészen másfajta kulturális láncolat volt Európa és Kis-Ázsia és Egyiptom között, amelyek úgy kapcsolódnak össze, mint egy gyöngycsornak a szemei, és érdemes ezen végigmenni, mert jobban megértjük, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen.